Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzük a Melcolm és Murray című film bemutatóját. Nyilván a Covid időszak mindenkinek nehéz, így vannak ezzel a filmalkotók is. Sam Levison, az Euphoria sorozat rendezője azonban úgy gondolta, hogy megpróbálja kihozni a helyzetből a legjobbat. Ennek a végeredménye a Malcolm és Murray, ami egy két kétszereplős kamaradarab. Így a mozi legfontosabb összetevői a két színész, a dialógusok, illetve Rém Marcel operatőri munkája. Egy ilyen filmnél a sztoriról azért nincs sok értelme beszélni, mert csak keretet teremt ahhoz, hogy mélyére ássunk egy kapcsolatnak. Az alapszituáció, hogy Malcolm egy fiatal rendező, aki épp első sikerét akarja megünnepelni, azonban Murray inkább kapcsolatuk mélyére akar ásni. Nagyjából ebből a felvetésből indul ki egy másfél órás, akár párterápiának is beillő beszélgetés. A Malcolm és Murray esetében a rendezői, illetve filmes eszközök nagyon minimalisták, így ezekre nem is feltétlenül térnék ki. Itt egyértelműen a lényeg a karakterek, illetve a dialógusok. Ha rendező egyéb alkotásait nézzük, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy nem a látványjal akar sokkolni, hanem a forgatókönyv mondataival. Színészek tekintetében nyugodtan mondhatjuk, hogy tökéletes a casting. Zendaya nem csak megbirkózik a főszereppel, hanem bizonyos pontjain nyugodtan mondhatjuk, hogy hátán cipeli az alkotást. Ugyancson David Washington is jó, de határozottan neki egy picit könnyebb dolga volt a karakterrel. Bár a viták során a nézőnek nehéz döntést hozni, hogy ki mellé álljon, de egyértelműen kijelenthető, hogy Zendaya karaktere a labilis fél a kapcsolatban. Malcolm esetében a labilitás teljesen máshogy ábrázolja a film. Végső soron ő csak úgy viselkedik, mint egy kezdő rendező, aki kételkedik saját magában is. A Malcolm és Murray egy kapcsolat anatómiája, de mellette nagyon fontos részét képezi a történetnek a filmkészítés is. A párbeszédek során rendszeresen előforduló téma Melkon filmje, illetve a kritikusok is. Ennek a témának azért van jelentősége, mert egyfajta feloldozást hoz a meglehetősen mély és nehezen nézhető drámába. Ugyanakkor fura módon ettől válik Malcolm karaktere egy picit humorossá. A Malcolm és Murray esetében sokszor érezhetjük azt, hogy olyan, mintha egy színdarabot néznénk, mely nem szolgáltat megoldást. Bár véleményem szerint ebben az esetben erre nincs is feltétlen szükség, hiszen csak egy szeletet láthatunk egy kapcsolatból. Ebben a tekintetben mindenképpen életszerűnek nevezném a Malcolm és Murrayt, ugyanis nem minden vitára van megoldás, és nem minden vita hoz törést egy kapcsolatba. A negatívumok tekintetében két dologra térnék ki. Az egyik, hogy a párbeszédek annyira súlyosak, hogy néha nehéz őket nézni, és pont ezért egy idő után elfáradnak. Ebbe picit belezavar pozitív értelemben, amikor megjelenik Melkon filmjének első kritikája, de utána sajnos visszatérünk a veszekedéshez. Amikor a két karakter újult erővel ugrik egymásnak, akkor valahogy már nem érezzük azt, hogy még mindig érdekel minket ez a vita. A másik negatívum, hogy ugyan tényleg nagyon jók a dialógusok, de néha egy picit hiányzik belőlük az életszag. Ettől függetlenül szem Levison alkotása kiváló darab, melyet mindenkinek érdemes megnézni, aki kedveli a kamara drámákat. A színészek jók, a dialógusok is egyedül a feszültség fogy el a végére. Így összességében a Malcolm és Murrayt 70%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!